A penészleki általános iskolások évente mintegy 120-150 versenyen vesznek részt, és jó néhányat szerveznek is. Ennek köszönhetően nemzeti tehetségpontként működik ezentúl a 79 főt oktató intézmény. A bejelentésen a térség országgyűlési képviselője kiemelte, ha tehetségről van szó, nincs kis vagy nagy intézmény. Simon Miklós arról is beszélt, Usztics Mátyás színművész is penészleken született, akár róla is példát vehetnek a diákok. A nemzeti tehetségponttá válás azt is lehetővé teszi, hogy ezentúl nem csak térségi, hanem országos versenyeket is szervezhetnek. Így a tehetség.hu oldalon már elérhető a Legyél te is arany kezű vers illusztráló verseny felhívása, amelyet a penészleki iskola hirdetett. Van olyan tanulónk, hogy egy közepes vagy akár elégséges szintű tanulmányi eredménnyel rendelkezik, de nemzetközi rajzpályázaton díjazott. Ezek a gyerekek tanulmányi versenyeken is igen-igen szép számban helytállnak, de amiben most mi elsősorban gondolkodunk, és illetve azok nagyon nagy mérvadóak, a filmkészítés. Tehát saját maguk készítenek filmet, forgatják le, vágják össze, és ezzel első-második helyezéseket érnek el. Emellett gyönyörűen írnak verseket, meséket, legutóbb pontosan 2 hete kaptuk meg postai úton a könyvben megjelent saját műveiket a gyerekeknek, és hát a képzőművészet. Tehát képzőművészet terén már annyira olyan tehetségé váltak ezek a diákok, hogy most például a 8. osztályból 3 tanulunk megy művészeti iskolába, felvételi nélkül, mert nyilván az oklevél eredmények és a rajzok, amiket visznek, megmutatnak, azok azt mutatják be, hogy rendkívül tehetségesek a gyerekek. A tehetségpont azt jelzi, hogy a pedagógusok munkája kiemelkedő, és nem csak a kerettantervben meghatározott tevékenységeket végzik. Erről a Máté Szalkai tankerületi központ igazgatója beszélt. A tárgyi feltételek javítására a központ egy EFO forrásra pályázott. Ennek köszönhetően a tankerület minden pedagógusa kap egy új és modern laptopot. A 2 nap alatt 507 laptopot adnak át, a fennmaradó 1200-at pedig március végén fogják átadni a pedagógusainknak. Ebbe az iskolába 8 pedagógus fog kapni laptopot. A Máté Szalkai tankerületi központban 54 önálló OM azonosítóval rendelkező intézmény működik, de a tagintézmények oktatói is kapnak laptopot.